Az online térben az elmúlt időszakban rengeteg csalás történik, a Tolna vármegyei rendőrség szinte heti rendszerességgel számol be ezekről. Az egyik ilyen módszer során a csalók a figyelmetlen eladókra vadásznak. Az online piac tereken nagyon gyakori, hogy egy-egy meghirdetett termékre rövid időn belül jelentkezik érdeklődő, és általában már a csomagszállítót is megnevezi, hogy miként szeretné a csomagot megkapni. Ezután vagy SMS-ben, vagy messenger üzenetben, esetleg az elkért e-mail címünkre érkezik egy üzenet, abban már a csomagszállító egy linket küld, ezek általában adathalász család linkek, ahol ha megadja gyanútlan eladó az adatait, akkor hozzáférést biztosít a bankkártyájához. Itt kérik a nevet, a lejárati időt, illetve a biztonsági kódot is. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy eladóként semmilyen esetben sem kell megadnunk bankkártya adatainkat. A vevő számára csak a bankszámlaszámunk szükséges, erre tudnak utalni. Az elmúlt héten egy Paks környéki asszony járt Pórópont ilyen eladás kapcsán. Ő is egy terméket meghirdetett, majd pedig a kapott linket megnyitva beírta a bankkártya adatait, és ezzel 130 ezer forintja bánta, amikor már észlelte, hogy csalás áldozata lett, hiszen kapott üzeneteket, hogy ne szakítsa meg a folyamatot, mert bankkártya büntetést fog kapni. Akkor ő már kezdeményezte a pénzintézetnél a számla zárulását, így a többi pénzéhez már a vevő nem fért hozzá. Az online térben elkövetett csalások megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a kiberpajzs.hu oldalon lehet találni.